A Magyar Honvédség 50 tonnás PZH 2000 önjáró löveggel, Gidrán kerekes harcjárművel és Toyota Hilux PZH trélerrel települt ki a dombovári vásártérre. A járművekbe be lehetett ülni, a katonák mindent elmondtak a tulajdonságaikról. Nagy volt az érdeklődés az óvodás és iskolások körében is, hisz a látvány nem mindennapi volt. Kovács János őrnagy ismertette a mai nap lényegét. Az embert a vasra toborzó kampány folytatását a honvédelmi miniszter úr november 16-án jelentette be Bakonykútiban, ahol a mögöttem, illetve mellettem látható PZA 2000-es önjáró tüzér lövegnek volt egy éles lövészete. Nagyon nagy kedvenc a PZH 2000-es önjáró tüzérlöveg. Sokan jelentkeznek szerencsére Tolna vármegyéből. A Magyar Honvédség, mint munkáltató előnyeiről is szót ejtett az őrnagy. 8 általános iskolai végzettséggel is lehet jelentkezni. Szerződéses vagy tartalékos formára is van lehetőség. Kiemelt fizetést tud a Magyar Honvédség biztosítani, ez 737 ezer forint bruttót jelent. Augusztus hónapban indult egy hasonló program, az sikeresen lezárult, oda is nagyon sokan jelentkeztek. Természetesen a Honvédség várja mindenkinek a jelentkezését, és különböző szolgálati formákat tudunk felkínálni. A nap tartalmasan zajlott. Nagy volt az érdeklődés.